Hivatalosan is átadták a felújított orvosi rendelőt a Parhanton. A helyiek és a dolgozók is régóta vártak már erre a pillanatra. Aktuális volt ennek a rendelőnek a felújítása. 800 beteget látunk itt el. A község polgármestere azt mondta, több mint 40 éves épületet újítottak fel a Magyar Falu programból elnyert összegből. Erre azért is szükség volt, mert a Parhanta központja az orvosi és a védőnői szolgálatnak is. Hozzájuk tartozik Múcsva és Nagybeke is. Ez a rendelő működött korábban, az 1970-es évek közepén építették, azóta csak kis horderejű felújítások voltak az épületen, úgyhogy nagyon időszerű volt a felújítás, és régóta vártuk, hogy sikerüljön a beruházás. Az átadón Poterpi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy az elmúlt időszakban jelentősen bővültek az elérhető szolgáltatások a térségben, így élhetőbbé váltak a kisebb települések, köztük a Parhant is. Fontos céljuk továbbá a modern egészségügyi alapellátás biztosítása a lakosság számára. 33 millió forintból készült el ez a beruházás, illetve annak az ellátása. Szerintem ez jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy sokkal otthonosabbá és szebbé vált itt a rendelés. A munkakörülmények, illetve a betegeket is sokkal szebb körülmények és jobb körülmények között tudják várni. A fejlesztés jó voltából korszerűbbé és nagyobbá váltak a helységek. A rendelő ráadásul a mozgáskorlátozottak számára is megközelíthetővé vált. Továbbá kicserélték a tetőt, ajtókat, ablakokat. Megújult a fűtési rendszer és a hőszigetelés is megtörtént. Ezen túl orvosi eszközöket, bútorokat, betegágyat, pelenkázót is beszereztek a támogatásból.